Egyedülálló rekordra készül Molnár Péter, a végtaghiányos ultramaratonista. Azt tervezi, hogy 42 napon keresztül közel 3000 métert fut le a Dunapartok teljes hosszán, folyás irányal felfelé. A feladat nem lehetetlen, de sétagalop sem lesz azért belőle. A többszörös Ironman futó az európai kék szalag futás nevet adta a küldetésnek, lássuk. A Duna csak folyt, és mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen és nevetgéltek a habok felém. A Duna sok műalkotás múzsája volt már. Egy nyergesújfalui magyar ultramaratonistát, Molnár Pétert is megihletett, aki nem le, hanem felfut a Duna teljes hosszán. Az első gondolat az volt, hogy föntről lefelé, nézzük meg, hogy hova folyik az a kis víz, miért lesz olyan széles, mire elér Nyergesújfalura, és mekkora ilyen hatalmas nagy a Duna delta. Hát végül aztán fordítva sikerült, de hát szeretném megnézni ezt az egészet, hogy milyen. Molnár Péter végtaghiányos sportoló, négyszeres Ironman, Európa-bajnok paratriatlonista. Eddigi leghosszabb versenyén 6 napon keresztül futott. Ez a mostani, az európai kék szalagfutás ennek 7-szerese lesz. Elkezdtem kacsingatni a többnapos futások felé, és akkor gondolkodtam rajta, hogy azért a Duna az nekem nagyon közel áll a szívemhez. Én elég sokat úszkáltam a Dunába gyerekkoromban, utána sokat eveztem, ott én kajakoztam jó pár évig, és gondoltam, hogy ez valahogy így a futással össze lehetne kötni, ha már most már csak futóként, mégis szeretnék valamennyire a Duna mellett maradni. Durván 3000 kilométer az össztáv, ez napi bontásban ilyen bő 71 kilométerre jön ki, de van olyan nap, amikor nem futok csak ilyen 65 kilométer körül, és van olyan nap, amikor fölmegy 80 kilométer fölé a napi adagom, illetve az utolsó napon csak 37 kilométer lesz, hogy a déli órára beérjek Donaueschingenbe. Ugye ez a június 29-e lesz a nemzetközi Duna nap. Péter úti tervét még végignézni is fárasztó, nemhogy lefutni. 7 országot, Romániát, Bulgáriát, Szerbiát, Magyarországot, Szlovákiát, Ausztriát és Németországot érinti majd. A bal alkarján protézist visel majd futás közben. Valamilyen teljesítménytúrán kérdezték meg, akkor még protézis nélkül futottam, hogy ez nem hiányzik-e nekem az a másfél kilós körülbelül alkar. A lendület, illetve az egyéb ilyen történetek miatt hát igazán nem hiányzott, ugye én így születtem, így fejlődött a szervezetem, de a gerincferdülés az ugye nálam alaptörténet, ezért gondoltam, hogy ne görbüljön tovább a hátam, úgyhogy protézissel futok. Az ultrafutó szűk egy hónap múlva, május 19-én indul el. Félútig már biztosítva van az útja, de még keres sportszerető támogatókat. A félutat azt már tudom fizetni, Pestig eljutok, viszont míg Pestig eljutok, az még több mint egy hónap, úgyhogy majdnem 2 hónap, addig még bármi történhet. Bizakodó vagyok. Molnár Péter futásának több célja is van. Először is környezetvédelmi, a Duna védelmében. Másodszor azt is szeretné bizonyítani, hogy a sport mindenki függetlenül kortól, nemtől, egészségi állapottól. Azért, mert valaki testben kevesebb, fejben sokkal több lehet. Nagyon szívesen fogadok bárhol, bármilyen szakaszon csatlakozó futókat, leginkább szerintem gyerekeket, diákokat. Talán nekem ez a Dunamenti futás egy békefutás lesz. Vigyorogva, jókedvel fogom teljesíteni, remélhetőleg.